ettő emlékezés amit önök vállaltak ezzel a kaszárnya futással A polgármester is köszöntötte az Aradi udvarba futva érkező katonákat a kaszárnyafutók futók ma és holnap délelőtt meglátogatnak minden olyan magyar várost, ahol egykor laktanya működött. Az ország összes megyébe igyekszünk a volt laktanyákot, a jelenlegi laktanyákot körbefutni. Egyszerre indult 19 megyében, mint 8 órakor vagy 9 kor ez a futás. Mi konkrétan sormásról érkeztünk, és ugye ide nagy Kanizsára, az egyik régi legjelentősebb laktanya, ha meglátogattuk ezt a várost is. Dénes Sándor szerint az 1848-as, 49-es szabadságharcosok hősieségét, az aradi 13-ak tettét és Nagykanizsa katona múltját a lehető legtöbb módon kell hirdetni az utókor számára. A polgármester azt mondta, ennek egy kiváló formája a kaszárnya futás. Nagykanizsa katona város, büszkék vagyunk a múltunkra, hiszen itt Nagykanizsán több laktanyában szolgáltak katonák Védték a hazát, a nemzetet, nagyon sokaknak adott lehetőséget, nagyon sokaknak adott munkát e, itt a, ezen kaszárnyák, és erre nekünk mindig méltó módon kell emlékeznünk, de nem csak emlékeznünk, hanem emlékeztetnünk is az utánunk jövőket és a mostaniakat is. A kaszárnyafutás az ország egész területét átöleli. A reggel kanizsára érkezett résztvevők még Kesszeire és Tapolcára is futva vitték el az emlékezés koszorúit.